Tudom, hogy nagyon tanárt, de ezt megnézem, és ezt a pár mondatot engedelmetek kell felolvasom. Úgyhogy is van 2007-2008, attól függ, hogy volt valaki. A redimédő a művészetem, a művészet minden kérdez rá. Krisa annak volt is maradt a mestere, amit önkritikai fogalmi műalkotásnak tekinthetni. Az a mű egyszerre önmaga és annak fizikája, tárgy egy fehér kockában, és ott lét egyben a múzeum intézményének radikális fizikája. Mostanában a narratíva és a személyesség összefüggésben vannak, nem túl Bisan Piánosan, különösen Bisan Fizunni, de hát nekem kell egy személyes emléke. Tavaly Philadelphiában ültem a nagy üveg előtt, megölt egy üvegadlak a falban, azon túl a pont. Az autopszia pillanatán volt ez számban. A mesterműhöz való közeledés. Az eredetiben való találkozás legbonyolultabb része, megszabadulni a tudástól, a félelemtől, úgy jól használom neki a rendelkezésemre álló időt, eleget olvastam, mert felkészültem. És várni, hogy ma bizonyos kantiános, kontemplatív, semleges esztétikai tapasztalat átvegye felettem az uralmat. Nem tudom kinek, hogy mi ez a gyakorlat, én elég sokat edzem ez ügyben, nem könnyű. Őszintén szóval arról beszélek, hogy amikor a tanulság és az érzékiség között van egy lassú átváltozás, egy pont, amikor az előbbi által teremtett nyomok, a tudások hálózatát elönti a félelem és a rettegés, vagy épp a vágy. Mondjuk, hogy nem Rembrandt bánik így el. Na most is annál autopszia épp olyan, mint maga a mű, önmegfigyelésen alkuló konceptuális kognitív folyamat. Átlátok az üvegen ki a parkban. Milyen fények jönnek, miként változik a terem jelentése, annak megfelelően átalakulnak az állandó kiállítások, hogy maga Philadelphia és folyamatos metamorfózison megy át. Bisan kérhetetlen tekintető a műalkotás kétségeinek fogalmi struktúrák a kényszerítése, illetve alakítása. Bisan csapdákat épít a jelentésteremtés, a keresés, az értelmezés csapdáit. Ezt a megkérhetetlen engedányi experimentet egyetlen egyről lehet kikezdeni, de onnan viszont elég erőteljesen. Ugyanis a Bisan módszer addig érvényes, amíg a művészet minden létére való kérdés, a műalkotás politikája nem követeli meg a társadalomról való radikális kritikát. Nem pusztán arra van szó, hogy Bisannak nem sok fogalma volt a szolidaritásról, mellékesen nem sok fogalma volt a szolidaritásról, arra, amit általában a socialnek hívnak angolul, bár erről is van mit beszélni. A probléma az, hogy amikor a társadalom és kulturális rendszerek fogalomképzetek közti határok mind átírásra kerülnek, amikor a tektonikus rétegek sorra átírják a fogalmainkat, a tapasztalatainkat, akkor mit kezdünk mindezzel? Manapság ugyanis így élünk. Hibrid, likvid, fragmentális, fraktális, kozmopolita, helyérzéke, lokális, bizonytalan, relacionista, kulturális terekben definiált kollektív, publikált, autodestruktív, installáció, videó, environment, landár, objekt, posztkonceptuális hálózat, időleges, idejegyenes, intézményritikus, social, posztsocial, minden csak nem épp esztétikai. 20 évvel ezelőtt attól tartott Bisan körvényéből kibújni, ezt a remény kétségbe van, hogy érdekesnek és eredményesnek tarthatjuk. 1987 különös pillanat volt, egyikünk sem sejtette, hogy milyen közben vagyunk a véghez, vagy valaminek a kezdetéhez, és milyen ritka pillanat is volt az. 2007-2008-ban Bisan egyik azoknak a tárgyaknak, amiket Mark Dion tárgyalóba tesz, a kritika, amiket gyakorol egy másik metszetben, az bizony már digitalizálódott. Köszönöm a figyelmet!